Aranyév Fruzsina, a Déri Múzeum múzeumpedagógusa. Fruzsinával akkor beszélgettünk utoljára, amikor az Adi Bandi című kiállításon sétáltunk végig. Akkor még élőben, hál' Istennek, most sajnos csak telefonon beszélgethetünk. Na most ezt a kiállítást, ez úgy tudom, hogy nagyon népszerű volt az iskolák fiatalok körében, és most megrekedtek a járvány miatt ezek az ezzel kapcsolatos programok. Milyen alternatív megoldásokat találtak ki erre, hogy még tovább éltessék valamilyen formában ezt a kiállítást? Valóban ez a helyzet, hogy a koronavírus járvány miatt sajnos a múzeumok bezártak a látogatók előtt, ám ez nem jelenti azt, hogy mi múzeumi szakemberek ne végeznénk a dolgunkat, és továbbra is azon gondolkodunk, hogy hogyan is tudnánk eljutatni a látogatókhoz a múzeumi tartalmakat. Ennek sokféle módja lehet. Most leginkább az Adi Bandi kiállítás kapcsán és húsvéthoz közeledve, ugye április 12-e húsvét, április 11-e pedig a Magyar Költészet napja, ezért egy olyan programmal készülök, ami mindkettőt egybe kapcsolja, és egyben gondol a kisgyermekes családokra is. Hiszen, hogyha nem lennénk zárva, akkor húsvéti családi napot tudnánk tartani. Így viszont arra jutottunk, hogy ezt az online térben próbáljuk meg kivitelezni, és kis videó, illetve kép dokumentáció segítségével, valamint szöveges leírással igyekszünk segíteni a családokat, illetve a gyerekeket a kézműves feladat elvégzésében. Ugye nehéz kiütni az online dolgokat és ingereket múzeumi témával, mert hogy ennek pontosan az a varázsa, hogy ott van, beszívja a gyerek is, a szülő is ezt a levegőt, ami a múzeumban van, és szinte érintésnyire vannak ezek a tárgyak, dokumentumok, amik ott ki vannak állítva. Hogyan lehet mégis online formában ezt olyan érdekessé, izgalmassá tenni, hogy a családok ezt válasszák? Hát így van, valóban a múzeumi térben való barangolás az egy teljesen egyedi és különleges élmény, viszont nagyon gazdag gyűjteményi anyaggal rendelkezünk, ezeknek nincs is mindegyike kiállítva a Déri Múzeum épületében, illetve a tagintézményekben, hiszen ha csak a Debreceni Irodalomházára gondolunk, akkor az országban a második legnagyobb gyűjteménnyel rendelkezik, és ekkora anyagot nem is tudnánk kiállítani a kiállítótérben. Úgyhogy most arra is alkalom nyílik, hogy egyrészt a kiállításokhoz kapcsolódva is, másrészt viszont a többi gyűjteményi anyaghoz kapcsolódva is osszunk meg tartalmakat. Én három nagy csoportban gondolkodok, ugyanis összeültünk mi szakemberek, hogy mégis kik azok, akiknek leginkább tudnánk segíteni. És egyrészt, ahogy már említettem is, gondoltunk a kisgyermekes családokra, nekik kézműves videókkal, mozgásos feladatokkal gondoltunk segíteni a mindennapokat. Ezen túl oktatási segédanyagokat tudunk összeállítani pedagógusoknak, hiszen itt a járvány miatt gyakorlatilag egyik napról a másikra kellett felkészülniük a digitális online oktatásra, és olyan tartalmakat megosztaniuk, amik eredendően nem digitális tartalmak voltak, úgyhogy az ő munkájukat ilyen oktatási segédanyagokkal tudnánk segíteni, hiszen, ahogy említettem is, az irodalmi gyűjteményben olyan anyagok szerepelnek, amik nagyon komolyan kapcsolhatók az iskolai oktatáshoz, gondoljunk csak Csokonaira vagy Adira, hogy a legnagyobbakat említsem, úgyhogy nekik ilyen oktatási segédanyagokkal tudunk szolgálni. És a harmadik csoport, akiknek igen nehéz most, és akiknek remélem, hogy tudunk egy kicsit segíteni, azok pedig az idősek. Hiszen most őket érinti leginkább a járvány, nekik kellene leginkább otthon maradniuk, viszont ez azt is jelenti, hogy a kapcsolataik ezt valószínűleg megsérlik, hiszen csak telefonon tudják tartani a kapcsolatot a családdal, nehézkesebb a bevásárlás, több időt töltenek otthon, és mi abban szeretnénk segíteni nekik, hogy az otthon töltött időt tartalmasan és érdekes újszerű dolgokkal töltsük meg. Úgyhogy például ugye az idősebb korosztály szereti a keresztrejtvényeket, a fejtörőket, nekik valami ilyen típusú tartalommal szeretnénk szolgálni a jövőben. Igen, csak pontosan ez a korosztály a tapasztalat szerint, akik a legkevésbé férnek hozzá technikai eszközök hiány, meg technikai tudás hiány ezekhez az online terekhez. Ez valóban így van, abban csak reménykedhetünk, hogy a család azért tudja őket segíteni, hiszen mégiscsak a családdal tartják a kapcsolatot, illetve az én édesanyámon látom, ő is már nyugdíjas pedagógus, hogy
hogy online megtanulta használni azokat az eszközöket, amivel kapcsolatot tud tartani a diákjaival, tehát ő is igyekszik lépést tartani az új kihívásokkal. Több múzeum is online tárlatvezetéseket tart. Tervezze valami hasonlót a Déri Múzeum, jelesül mondjuk az Irodalmi Múzeum rész? Hát a kollégák összedugták a fejüket, ez leginkább a múzeológusokon múlik. Sok ötlet van, és most igyekszünk ezeket az ötleteket feldolgozni, és kitalálni, hogy pontosan milyen formában is lehet ezt úgy megvalósítani, hogy a lehető legszélesebb réteg számára élvezhető és tartalmas legyen. Nekem az is megfordult a fejemben, amikor az előbb mondta, hogy ugye most olyan dolgokat is megmutatnak, amik esetleg a raktárban vannak, vagy nem kerültek még bemutatásra, nem állították ki ezeket a dolgokat. Nem lehet, hogy egy kis kamerával elvinni a látogatókat most online túrára, mondjuk a múzeum pincéjébe, mi is van ott? Igen, erre vonatkozó ötlet is van a gyűjteményben. Szeretnénk valóban ezeket a tárgyakat videó formájában is megmutatni, valamint nagyon gazdag a képi anyagunk is, nagyon szép nagy felbontású képeink vannak, úgyhogy tényleg ez a két járható út van, a fotó vagy a videó, amivel be tudjuk mutatni a gyűjteményt. Illetve már egy pár hete fut az interneten egy ilyen játék, hogy közismert műalkotásokat otthon megörökíteni, úgyhogy ők ülnek be, a család ül be, megpróbálnak olyan drapériát, anyagot, ruhát magukra tenni, hogy nagyjából hasonlítson arra a festményre vagy alkotásra, és nagyon vicces és szellemes dolgok születnek ebből. Nem tervez-e hasonlót mondjuk a Déri Múzeum? Hát elég sok mindenben gondolkodunk. Ugye ez is, amit most példának felhozott, azt tűzi ki célul, hogy a családok minél jobban el tudják foglalni magukat oda-haza. Úgyhogy igen, mi is szeretnénk olyan feladatokat, olyan időtöltést adni a családoknak, ami ilyen jellegű. Hát meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Visszatérve az Adi Bandi című kiállításra, ugye ezzel azért az iskolai munkát is kiegészítették, tehát az irodalomóráknak az anyagát. Most ezzel hogyan próbálnak az online oktatásba bekapcsolódni, mondjuk alternatív módon kiegészíteni azt? Az Adi kiállításhoz egy játékos nyomozást állítottam össze a múzeum pedagógiai foglalkozásnak, ami egy az egybe online módon nem lehet megosztani. Úgyhogy miután lecsengett ez a járvány, nagyon reméljük, hogy minél többekkel fogunk tudni találkozni a múzeumban, és ott véghez vinni ezt a nyomozást. Viszont a digitális térben online is próbálunk Adihoz kapcsolódó tartalmakat majd megosztani, például, ahogy már említettem, oktatási segédanyagként a pedagógusoknak. Ez nem csak egy írott szöveget tartalmaz majd, hanem fotódokumentációkkal, fotókkal, gyűjteményi fotókkal egészül ki, illetve olyan kreatív, játékos feladatokkal, amit akár feladatként is kiadhatnak a gyerekeknek. Gondolkodott-e már azon múzeumpedagógusként, hogy mennyire növeli meg a feladatait ez az egész szituáció később, hogyha véget ér, akkor nagyon sok dolga lesz, én így gondolom. Egyelőre most erre az új helyzetre koncentrálok, hiszen pedagógusként nekem is teljesen más jellegű munkavégzést jelent ez a online térben való megjelenés, viszont vélhetően, hogyha ennek nagy lesz a foganatja és nagy lesz a kereslet iránta, akkor a jövőben is bizonyos elemeit meg fogjuk ennek tartani. Meglátjuk, hogy mit szeretnek majd a látogatók ebből.